Színes kínálatunkat más témával folytatjuk, miszerint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 17 szakmai szervezettel karöltve indul a november 3-ai agrárkamarai választáson. A választás tétje, hogy a következő 5 évben ki és milyen felhatalmazással képviselheti majd az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőit. Vendégünk Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt, egy picit segítsen nekünk azért ebben a témában, ezen a területen eligazodni. November 3-a, azt látjuk, kik szavaznak, miről szavaznak, és hogy mi a tétje ennek a választásnak. Jó reggelt kívánok, valóban november 3-án, vagyis hét péntekén lesz lehetősége annak a 360 ezer kamarai tagnak, agrárkamarai tagnak szavazni, aki alapvetően a mezőgazdaság termelői, illetve feldolgozói részét képviselik, de nyilván megtalálhatók itt az input anyagbeszállítók, agrárius nagykereskedők, tehát egy elég széles az ágazat teljes egészét lefedő tagsági körről beszélünk, és hát őket várjuk majd 248 helyen, az ország 248 pontján a szavazóurnák elé. Egy 5 éves ciklus végéhez értünk. 5 évvel ezelőtt a MAGOSZ szövetségesével minden megyébe állított listát, és nem volt ellen lista. Most annyiban érdekesebb a helyzet, hogy a MAGOSZ is most már nem 11, hanem 17 szövetségesével együtt indulva minden megyében állít listát, viszont lesz 9 megye, ahol a jellemzően a társas vállalkozások érdekeit képviselő MOSZ is egy választható alternatíva lesz. Tehát ebben a formában arról kell majd dönteni a gazdálkodóknak, hogy kit bíznak meg az agrárkamara vezetésével. Ugye a kamara egy köztestület, fogalmazhatunk úgy, egy gazdasági önkormányzat, tehát a saját ügyeinknek az intézésével kell, hogy foglalkozzunk. Az elmúlt időszakban néhány olyan eredménnyel azt gondolom büszkélkedhetünk, ami jó megmutatta ennek a szervezetnek a súlyát, jelentőségét, úgyhogy valóban én is arra biztatok mindenkit, hogy a hét pénteken néhány percet szálljon erre a fontos dologra, legközelebb 5 év múlva lesz erre lehetőség. Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor tulajdonképpen korábban csak szavazni lehetett, választani nem nagyon. Ez egy nagyon nagy változás. Így van, ugye azért lássuk be, hogy nagyon sok nyugat-európai ország, mert egy jól beágyazott agrárkamarai rendszerről beszélhetünk, Magyarországon azért ez most alakul. Korábban is volt agrárkamara, de azért súlyában, jelentőségében meg sem közelítette azt, ami most vár ránk. Néhány olyan projektet hadd hozzak ide, ami mutatja, hogy mennyire komoly előrelépést tudtunk tenni, például a termésbiztonság vonatkozásában. Jövő év május 1-től szeretnénk indítani azt az országos jégkermérséklő rendszert, aminek ha sikeres az indítása, mert pedig úgy néz ki, hogy az lesz, akkor az Európai Unióban mi leszünk az első olyan ország, ami egy teljes ország felületét képes védeni, és ez nem csak a mezőgazdaság számára fontos, hanem ugyanúgy a gépkocsi tulajdonosoknak, vagy az ingatlan tulajdonosoknak. Ez egy óriási előrelépés. Arról nem is beszélve, hogy az éves kamarai tagdíjnak, ami mindegy 5 milliárd forint, minden évben a 10-szeresét, azaz 50 milliárd forintot tudunk termelési értékbe ezzel a programmal megóvni, de nyilvánvalóan falugazdász hálózat fenntartása, annak a most már modern környezetben való működtetése egy óriási fegyvertény. Az elmúlt néhány évben mindegy 1000 milliárd, tehát nem rosszul mondtam, 1000 milliárd forint vidékfejlesztési és közös agrárpolitikából származó forrásnak a lehívásában segítettek a kollégáink, és ugye az elmúlt napokban erre is nyertünk egy uniós forrás köteget, amiből ezt a működtetett rendszert szeretnénk még jobban pörgetni és a gazdálkodók rendelkezésére bocsájtani. Eltelt 5 év, ugye nagyjából egy 5 éves ciklustól beszélgetünk, ezzel a szavazással, választással fogjuk lezárni. Mik a legnagyobb értékei? Itt már két gondolatot említett, illetve mi az a legnagyobb kihívás, amivel szembe kell nézni a következő 5 évben? A mezőgazdaság most már nem az, amit nagyon sokan a fejükben elképzelnek, hogy olajos traktorokban zögykörődés. Az igazság, hogy elképesztő technológiai változáson ment keresztül, és ez a versenyképesség szempontjából is visszahat. Az Egyesült Államokban láttam egy plakátot, amire két részre osztva két dolgot tettek. Az egyiken az Apollo 11 volt a plakát, egyik felén a Holdra szállás közben, a másikon meg egy modern betakarító eszköz, Combine ismertebb nevén, és egy egyszerű kérdést írtak alá, hogy vajon melyikben van 33-szor több számítógépes kapacitás, és bizony a kombájn a helyes válasz. Tehát ezekre nekünk fel kell készülni. A versenytársak egyre olcsóbban, egyre nagyobb termés eredményeket képesek produkálni, erre fel kell készíteni a gazdálkodókat. Az információ átadás az egyik legjelentősebb feladat, és bizony itt az agrárinformatika, az adatbázisok kezelése egyre inkább megjelenik, és ez nagy kihívás azt gondolom mindenkinek, nekünk pedig az a kötelességünk, hogy pontos, gyors információkkal segítsük. Úgyhogy ez a következő 5 évnek az egyik fontos feladata lesz, és meg kell találni a kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel, a politikai döntéshozókkal, ugyanúgy Brüsszelben, mint Magyarországon. Tehát egy nagyon komplex feladatról beszélünk, és azt gondolom erre a MAGOSZ listája képes a képviselő lehetett jól ellátni, hiszen a MAGOSZ nem csak a családi vállalkozásokat képviseli,
hanem a 17 szervezettel keresztül, akivel szövetséget kötött az erdőgazdálkodók, az élelmiszeripari szereplők, kicsiktől a nagyokig, termelőktől a feldolgozókig, mindenki megtalálható, és nyilván annak is van egy üzenetértéke, hogy a velünk szemben induló MOSZ egyetlen egy támogató szervezetet sem tudott maga mögé sorakoztatni, ha csak a szocialista pártot nem veszük annak, mennyivel azért az átfedés, a kötődés az egyértelmű, hisz a korábbi szocialista vezetők adják most a vezetését ennek a szervezetnek. Nagyon szépen köszönöm a friss információkat, és hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a megtisztelő érdeklődést.